A Karcagi Ferdinánd lelkének számító kalács tészta összetevőit gyúrják éppen a Berekfürdői parkétterem konyhájában. Ez pedig már a krémmel begöngyölt tekercs, amit a sütőedény falmagasságához vért darabokra szelnek. A nagykunság autentikus ünnepi finomságának számító Ferdinánd első karcagi említése pont 100 évvel ezelőttről, 1923-ból származik. Egy akkori esküvői feljegyzés számol be arról, hogy a násznépet eme édes süteménnyel kínálják. A tradíció azóta sem fakult meg. Nem először készítik a cukrászaink ezt a tradicionális édességet, ami ezen a környéken nagyon népszerű. Különböző családi rendezvényeken, ünnepségeken itt a karcagiak és a karcag környékiek nagyon szívesen fogyasztják. A Karcagi Ferdinánd felkapott édességnek számít, a világhálón is elérhető receptek egy viszonylag könnyen elkészíthető cukrásztermékként írják le, aminek viszont a lelkét állítólag csak is itt, Karcag környékén tudják belesütni a hozzáértők. A helyi vendégeknek nem kell mondani, hogy mit fognak kóstolni, amikor Ferdinándot kérnek, ők ismerik, úgyhogy ők tudják, hogy mire számítsanak, de a vidéki vagy messzebbről érkező vendégek is nagyon érdeklődőek, és a végeredmény az mindig nagyon jó, mert mindig nagyon ízlik nekik. A részletesen dokumentált édesség történetének egyetlen fehér foltja a név eredete. A jelenleg elfogadott álláspont szerint Ferenc Ferdinánd trónörökös előtt tisztelekhetett a cukrászmester, aki a kor elterjedt divatja szerint egy köztiszteletben álló halandó nevét kölcsönvéve igyekezett termékét halhatatlanná tenni. A vármegyei értéktárban is szereplő Ferdinánd lehet a karcagi birkapörkölt után a következő nagykunságból származó hungarikum.